A legnagyobb csoda, amit kaphattál, élni. Verssel búcsúztatta a végzős diákokat Tóth Martin Mátyás a Harrukern iskola péntek délutáni ballagási ünnepségén. Idén 180 fiatal vesz búcsút az intézménytől. Jó volt, volt egy 36 fős osztályközösségünk, amiből 16-an maradtunk sajnos. A terveimre vonatkozóan hát szeretnék egy évet még itt maradni, technikumon, utána a főiskolára menni. Életük egyik jelentős fordulópontjához érkeztek. Az iskola és a város közötti gyümölcsöző együttműködésnek nem feltétele, hogy az önkormányzat legyen a fenntartó, mondta Görgényi Ernő gyulai polgármester. Együtt ünnepelhetjük a Harrukern Közoktatási Intézmény 10 éves születésnapját. Mindemellett ne feledkezzünk el arról, hogy az intézmény valójában ennél sokkal nagyobb múltú. Sorsa összeforrt a városéval, és nyugodt szívvel kijelenthetjük a gyulai polgárok körében igen nagy becsalát. Ceglédiné Szappanos Anita igazgató emlékeztetett. A Harrukern iskola 10 éve több intézmény összevonásából jött létre. Nem szabad elfelejteni, hogy azért ezek az intézmények gyökerekkel rendelkeztek, és mi ők rájuk építve töltöttük meg továbbra is ezt a 10 évet szellemiséggel, tartalommal, diákélettel. Az elmúlt 10 év azt igazolja, hogy szükség van az ilyen szakembereknek a kibocsátásra. Én azt gondolom, hogy jó úton haladunk. Most is jelenleg 180 szakember kerül ki az intézményünk falai közül, akik meg tudják állni a helyüket a világban. Az ünnepségen felavatták az iskola új zászlaját, mely, mint elhangzott, az egységet is hivatott képviselni.